Először is szeretném gratulálni az év bio gazdálkodója cím eléréséhez. Mennyi munka fekszik ebben? Hát ez eredetileg úgy kezdődött, hogy bioméhész lettem, hogy a Szalai Laci bácsi, aki nagy biós utór, vagyis előttem volt, és azt nagy tisztelettel mindig rajongó volt a méhészetnek, és megkért, hogy próbáld meg a biogazdálkodást, és ez hát a 80 és 84-85-be került sor, és saját méhészetemnek erdőt telepítettem, van 5 hektár földterület, ebbe 2,5 hektár akárc, a másik 2 hektár meg hárserdő. Ennek a közepe úgy van beállítva, hogy szár, géppel minden lehet forogni, a méheket lerakni, mindent, és ez alkalmas arra, hogy védett legyen a méhészet, és tudja a napi hordást is biztosítja. Ez a méhészetem a Vámos atyai határban van még ma is, és hát a körülötte kultúrnövények nem nagyon vannak. A kora tavasztól már van mert a sok patak van, ami környezetemben van, és a fűz, a galagonya, a kökény, és ez kora tavasszal már a méheknek olyan lehetőséget ad a fejlődésre, hogy így választottam ki ezt a területet, és ez bioterület, mert kultúra, permetezés, 3 kilométeres körzetben nincs egyáltalán. Állattenyésztés van, legelő van, és ez adja a kora tavaszi hordást. Jó fejlődtek a méh családok, és eredményes volt a méhészkedés is. És végül a Bioszövetségnél, hát a környezetemben, aki, mert méhész egyesület vezetője vagyok, és a méhészeket körülbelül 20-25-30 vagy 40 méhészt is tanítottam a biotermesztésre, és ez van, akinek 250-300 családos mai biotermelés méhészet van. És ezek Hubai úrhoz járnak a napraforgójára, ahol meg tudják termelni a napraforgót is a bio minőségbe. Az akácot, azt is, hát az akác olyan körülmény, ott az akác körül, hát nem nagyon permeteznek, de a biót azt le lehet termelni a bióba, de a többi repce, a többi növények, azok nem alkalmasak a bióra, csak abban az esetben, ha ez a földterület, annak van 2000 vagy éppen olyan gazdaság technikát használ, ami ez alkalmas arra, hogy a méz az bió legyen. Mennyire nehéz előállítani a jó bio mézet a konvencionálisnál, és a keresletet hogyan elérni? Hát a méhésznek a technológiában az van répacukrot, vagy más cukrot a fejlődés időszakában, körülbelül 2-3 kilót, amikor semmi nincs. Azt is csak annyit szabad pár kilót, ami a méhész, vagyis a serkentés, az anyag serkentésére, amit nem rak le a fészekbe, elfogyassza. Csak annyit lehet. És amikor már a tavasz megindul, a fűz, ahogy mondtam, körülöttem van, akkor már a családot hordanak annyit, hogy az agyát tudják serkenteni, hogy a fejlődés az nem jelent gondot, de abban az időben, hogyha hordás egyáltalán nincs, akkor kell, hogy azt a serkentő etetést így hívjuk, de csak annyi mennyiségbe, kevésbe, hogy azt ne raktározza el a mézbe. De sajnos, hogy az utóbbi időben a szárazság nyár, ahogy az éghajlat változik, nagyon nehéz és egyre nehezebb. Ez a technológiát is alkalmazni. Ezzel úgy tesszük többen, hogy benhagyjuk a mézet, az, ami szükséges neki, és kevesebbet veszünk ki belőle, hogy meghagyjuk azokra a napokra, amikor a természet nem tudja biztosítani a mindennapi fiasításnak a meglévő mézkészletet.
Mint tudjuk, a biotermesztés területén nagyon fontos dolog maga a tanúsításnak a megléte. Milyen a kapcsolat a tanúsító szervezettel, és milyen időre datálódik vissza? Hát a tanúsítás ugye az tavasszal vagy nyáron, és abban az idő azt vizsgálják, mert a bioméhészetben 3 évenként a keretet, a műlépet ki kell cserélni. Semmiféle olyan anyagot nem használhatunk a kaptárba, ami valami mérgezett, vagy bármi az atka írtására például. Nálunk nem lehet hangyasavat használni, párologtatni, vagy oxársavat, azt is párologtatni, vagy van ilyen szublimáló, ami elektromos most már, és akkor annak mérten, ha egyszer mondjuk szublimálunk, és megnézzük, aláteszünk papírt, vagy éppen lemez valamit, és megnézzük, hogy mennyi hullott le. Mert az függénye, hogy milyen fertőzött, atka fertőzés van a családban. És hogyha már 3, 4 vagy 5, akkor lehet, hogy a mézben, vagy nem is a fiasításban sokkal több van. És ez kora tavasszal, már áprilisban, amikor lehet, akkor meg kell nézni, hogy elejét vegye az átjelelt atkát, mert ha több tele lát, meleg van, nem hullik el, a család elég jó hőmérséklet mellett vannak, mert most már ilyen meleg telek vannak, akkor az a helyzet, hogy már kora tavasszal meg kell kezdeni a írtását. Addig, míg a herefiasítás nem kezdődik el, talán a család fejlődésébe, ugye március, már február, márciusban elkezdeni áprilisban a herefiasítást is, és abba szeret az atkan lenni, mert az 7 napra betésztő, lepetézés, 7 napra ivar érett. A 24 alatt, az 3 ivadékot tud a here fiasításba tölteni, és ez duplára, 3-szorosára teszi a fertőzést. És ezért nagyon meg kell kora tavasszal a méhészetet úgy kezelni, a méheket megállapítani, a méhész dolga, hogy mennyi hullott le, és állapítsa meg, hogy milyen a fertőzés a méh családban. Az együttműködés hogyan értékeled a Biokontroll Kft-vel, tehát az évek során hogyan alakult ez? Hát én meg vagyok elégedve a Biokontrollal, körültekintő, a lépeket, keretet, mindent meg kell, én szóval meg vagyok elégedve, mert a méhészetben is megvan, hogy keretekben mondjuk 1/3, mondjuk 24 keret, akkor 3 évenként ki kell cserélni a keret, mert a bábing meg a szennyeződés 3 éves lépbe annyira szűkül, hogy az a méh, bepetrézett méh kevesebb a tér a növekedéshez. És ezeket 3 évre, 2 évig a termel, van a fiasításban, 3. évben a méztérbe tesszük, és pergetés után, az már akác után ki kell selejtezni, és így minden évre újra kell termelni a bioviaszból kipréselt, mert a saját viaszunkból préseltetjük újra a műlépet. Köszönöm szépen! Kedves egészség!